Lehet kérdezni, tessék, bármikor. Nincs tabu téma, nincs kényes kérdés, magánélet, politika, belpolitika. Igen, tűr. Tessék, hosszú kérdés lesz? Nem. Kérdés lesz? Igen. Mit szól Betlen gróf esküvőjehez? Én örültem a legjobban. Tévéhíradóban bemondták aznap este, hogy mindenki ott volt, aki számít. Maga nem volt ott, meg maguk sem, meg az egész ország. Mi nem számítunk. Többiek ott voltak, látták a híradóban. Gróf, Pallavic, Pitkini, még nem tudom kimondani, de belejövök. Új korszak, hajnalán vagyunk, új idők jöttek, nagyon jó lesz nekünk, majd meglátják. Higgyék el, becsületem, nem hiszem? Nem, nem. Tessék! Szeretném megérdeklődni, hogy mi a véleménye arról, hogy a Szovjetunió KGST palotát, ami össznép, tehát KGST országunk... Atyai úristen! Bocsánat, hogy egyet kérdezhetek? Ön tudja, hogy mit akar kérdezni? Az nagyon fontos. Megfigyeltem, hogy az nem tudja, amit akar kérdezni, aki kérdez, az később rengeteg galibát okoz, és ezzel gyakran találkozunk ma is. Így a politikai életben. Föláll, elején még tudta, hogy mit akar kérdezni. Aztán meglátva, mi légy, átrökül a parlamenten. Nézi a legyet, legyek vagy ne legyek. De azért tovább beszél még 40 percig. Csak éppen elfelejt, ez nem magának szól, mert a maga sugárzó értelme az aurája idáig kisüt. Na mi a kérdés? Tehát, hogy a Szovjetunió nem akarja kifizetni a KGST-nek a KGST-tagországokat. Tudja mit, a KGST-hez mondjam, ha egész más, hogy akkor sikerülni fog. Meg kell, hogy sikerüljön. Ne üljön le, ne adja föl, könyörögve kérem. Ezt ketten ezt a kérdést megszűrjük. Időnk van, teink van. Tessék! Most már KGST meg volt, Szovjetunió is meg volt, illetve hát az már nincs meg. Tessék! Most megsétőd, azt nem szeretném. Nem, Istenem, nem, nem. Fölteszem még egyszer, tehát... Akkor... Kicsit fújt, félek, hogy odaér a KGST. Erre iszok egy klukkot. Segítek, figyelek, akarok. Most már én vagyok a legkíváncsibb az egész teremben. Tehát ott tartottunk, hogy a Szovjetunió és a KGST. Ha egyszerre beszélünk, akkor senki semmit nem alap. Tessék! A volt Szovjetunió... Stimmel. Amíg azt mondod, Stimmel, akkor egy pillanatra hallgasson el, mert amíg a mert mondom, addig éppen beszél, nem hallatszik a szó, és hiába akarunk akármilyen jót ketten összehozni, nem hallják. Tehát ott tartottunk, hogy mert. A volt Szovjetunió... Stimmel bedobással győzöttünk. Igen? Nem fizeti ki. Azért nem vagyok gyógyós. Miből gondolta, hogy gyógyós? Ezt azért most hagyjuk a Szovjetuniót, hagyjuk a melleket, tehát... Ön miből következtetett, hogy én netány... Hát dehogy nem olyan... Így tagolta, szedegette, ízlelgette... Mit akart kérdezni? Hát az nem létezik, hogy úgy menjünk, hogy ezt a kérdést ne tudjuk meg. Én tényleg figyelek mindenkire, mert annak idején minden elvtárs kérdését nem mondhatják. Tehát én feláldoztam az egészségemet, mert azért így tartani a számot, hát nem egy kis. Tudják, milyen szép srác voltam? És ha most azt hiszik, hogy elfelejtettem, hogy maga kérdez, akkor nagyon téved. Rendkívül. Miből gondolt, hogy én gyógyos vagyok? Attól, hogy a KGST palotában látott, vagy mi? Nem csak én voltam a KGST palotában. A mai vezetőink közül tudnék neveket mondani, sőt, valaki még mindig ott kuncsolok. Nem mondok neveket, tessék! Köszönöm, hogy megengedt, hogy ne fulladjak szóval. Ezzel együtt nagyon kérem, hogy ne aludjon, hát végül is. Rajtunk a világ, szemem, hát valami. Miért nem fizetik ki a KGST tagállamoknak a KGST palota árát? Árban.
még egy Árpád. Kérem, ez amit maga művel itt Moszkvában, ez az Árpád meséje. Mit ott láttam? Köszönöm szépen. Ki van az fizetve? Nem is figyel, én neki beszélek. Hé, hanek magának mondom, ki van fizetve? Mindegy szállik. Erre mit jel? Menjen, járjon utcán. A rádióban csak 100 000 rubelt akarnak kifizetni belőle. Ja, maga is a rádióban. Ez a maga baj. 100 000 rubelt? Hát miért abból lehet két ladát kapni? Így. Mit akart abból a palotából? Leválasztani valami kis lakást? Annyira más bolygón élne. Nem értik, hogy mi jót akarunk maguknak, és tényleg azt, hogy most szorítunk a nadrág szíjeken, az... Még új kifejezést nem hallottak? Még... Mennyivel értelmesebb az, hogy Jakob? Semmivel. Jeke. Holnaptól Jeke. Ne legyezze magát. Mi maga? Csocsosszál vagy? Minden legyezze magát.